Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogy érzi magát, mit fog tenni? Természetesen elsősorban a párkapcsolatra gondolunk, a te lelki társadra, de meghallgathatod ezt a jóslást egy más személyre is. Például az anyukádat illetően, vagy egy kolléganőt, egy barátnőt illetően, hogy mi az ő gondolata, hogy érzi magát, mit fog tenni. Tehát más személyre is kivethetjük a kártyát, feltehetjük ezeket a kérdéseket. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. Ez a torony jelenthet egy hivatalos vagy egy bírósági ügyet. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Ez a torony utalhat arra is, hogy ő fogva érzi magát egy bizonyos helyzetben vagy kapcsolatban, amiből szeretne kilépni. Keres egy kiútat. És ez a szerencse kártyája azt jelenti, igen, itt lesz egy megoldás, lesz egy kiút, ő elbúcsúzik ettől a toronytól. A második kérdés, hogyan érzi magát? Hát nem túl jól, mert itt ez a koporsó, ez a halál kártyája jelenthet egy örökösödési ügyet, és itt valaki el akar lopni tőle valamit. Ez a tolvaj utalhat hamis személyekre, és a koporsó jelentheti azt is, hogy ez a helyzet lezárul. Lehet, hogy a tolvaj miatt van itt egy bírósági ügy, vagy van egy örökösödési ügy nála, de ezt szeretné lezárni, és itt a szerencse kártyája azt mutatja, itt lesz egy szerencsés fordulat. Mit fog tenni? Vannak nála szomorú gondolatok. Valamin töpreng, valami nyomasztja őt. Valószínű ez a helyzet, ez a tolvaj, hogy valaki becsapta őt, vagy valaki rossz indulatú vele kapcsolatban. Ez nem könnyű, ez a helyzet, de megváltoztatja a gondolatait, hiszen itt látható szintén az ő gondolata, de itt már valahogy vidámabb, tehát van megoldás, van lehetőség, sőt, megjelenik a szerencse. Az is lehet, hogy ő beszél veled, elmondja neked azt, hogy min töpreng, mi nyomasztja őt, és te segítesz neki ebben a helyzetben, és ez jót tesz neki. Mi fűz össze benneteket? Egy jó hír. Tehát lesz kapcsolat kettőtök között, javul a helyzet, megjelenik a szerencse, az élet, öröm. Itt egy jó hír, ami számodra is kedvező, számára is, és ez a tolvaj, mindaz, ami fogva tartja őt, ez lezárul, a szomorúság is lezárul, és akkor lesz itt egy változás. Általad, én úgy érzem ennél a jóslásnál, hogy te segítesz neki, és általad javulni fog a helyzet, hiszen te nyújtod számára a megoldást. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!